Ez a legfontosabb, amikor egy készséget fejlesztesz. Erről lesz szó a mai videóban. Nagy szeretettel üdvözöllek, én Pető Bence vagyok, ez pedig a Szabadság Mentoring újabb videós epizódja. És készségfejlesztésről fogunk beszélgetni ma, és egy picit szeretnék beavatni abba, hogy miért is tartom ezt fontosnak. Ugye korábban már szólt erről videó, hogy amikor egy célt tűzöl ki, akkor sokszor árbevételben, sokszor valami profit célban, vagy forintosítható célban gondolkodunk, ami nagyon jó, meg sokszor tényleg kifejezi azt, hogy fejlődtünk-e, vagy nem fejlődtünk, de valójában az év végén az elmúlik, és jövő évben nem tudsz ráépíteni, nem tudsz arra a forint összegre építeni, lenullázódik, minden újra kezdődik januárban. Viszont, hogyha egy készséget tűzöl ki, hogy megtanulsz egy nyelvet, vagy megtanulsz mondjuk programozni, vagy megtanulsz értékesíteni, vagy a marketingben tanulsz valamit, vagy autót vezetni, akkor mármeddig is jutottál el, lehet, hogy csak a 70%-át tanultad meg annak a készségnek, következő évben tudsz ráépíteni, annál a 70-ről indulsz. Tehát nagyon fontos az, hogy a készségeidet fejleszd, és egyébként még egy fontos dolog, hogy igazából ez lesz az, ami miatt honorálni fognak, elismerni fognak téged az emberek, és ezt fogja a te önbizalmadat növelni. Mert az, hogy mennyi pénzt csinálsz, az egy nyilván egy jó visszajelzés, azonban nem az árbevételednek a mennyisége fogja eredményezni azt, hogy hozzád vonzódnak az emberek, hanem annak a személyiségnek, annak a készség eszköztárnak, amit kialakítottál, vagy amire szertettél. Szóval a készségfejlesztés, hogy ez miért is fontos, és hogyan is csináljuk. Ugye amikor egy készségről eldöntjük, hogy igen, ezt meg akarom tanulni, mondjuk meg akarok tanulni értékesíteni, akkor ugye azt szokták mondani, hogy nagyon fontos, hogy tudd a miértedet. Hogy miért akarsz megtanulni, hogy mit fogsz vele ezáltal elérni, hogy miért lesz ezáltal több az életed, vagy mi az, amit a világban, az emberek között ezáltal segíteni tudsz megvalósulni. Ugyanakkor én mégse erről szeretnék beszélni, hanem egy másik szempontról, mégpedig egy vonalról. A vonal az, ami a kulcs, mindennek a kulcsa. Bármilyen készségről is van szó, hiszen a készség úgymond nem egy azonnal jelentkező jutalom sokszor. Tehát, hogyha megtanulsz valamit, nem biztos, hogy másnap azt úgy tudod használni, ahogyan majd tudni fogod egy év múlva, három év múlva, öt év múlva, 20 év múlva. Viszont nagyon fontos, hogy juss el a vonalig, illetve határozd meg magadnak, hogy mi az a vonal, ameddig el akarsz jutni. És ez a vonal ez azért kulcsfontosságú, mert aki elindul, aki eléri ezt a vonalat, az, hogyha fölé kerül, akkor már könnyebb lesz neki folytatnia, mint abba hagyni. Viszont addig, amíg nem érte el ezt a vonalat, addig könnyebb abba hagyni, befejezni, felfüggeszteni, megszakítani az adott tevékenységet, mint folytatni. Tehát, hogyha arra gondolsz, hogy autóvezetés, akkor az első 2-3-5 óra után azt mondtad volna, vagy fogadni mernék, hogy lehet, hogy ezt is mondtad, hogy én ezt az életben nem fogom megtanulni. Hát ez nagyon bonyolult, annyi mindent kell csinálni. Az a szerencséd, hogy volt egy olyan oktatód, mentorod, vagy egy olyan ember az életedben, akinél vagy előre megvetted a 20 alkalmas bérletet, és akkor az ötödik után nem volt döntési lehetőséged, vagy pedig folyamatosan arra ösztönzött, hogy igen, hogyha összehasonlítod ezt mondjuk más tanulókkal, akkor nem is állsz olyan rosszul, és másnak is így ment. Szóval nagyon fontos, hogy amíg a vonal alatt vagy, addig legyen olyan külső körülmény, ember, vagy saját magad számára tud valamilyen módon azt megindokolni, és azt megmagyarázni, hogy miért ott tartasz, ahol tartasz, és hogy ez miért jó, és miért van így rendben. Mert onnantól, hogy eljutsz a vonalig, onnantól már sokkal nehezebb lesz, úgymond,
felfüggeszteni, abba hagyni, befejezni, megszakítani az adott tevékenységet, az adott készségnek a fejlesztését, mint folytatni. Hogyha belegondolok, akkor én is ugyanígy vagyok az önfejlesztéssel. Nagyon sokan vannak, akik elkezdik, nagyon sokan vannak, akik nekifognak, olvasnak, Brian Tracy, Jim Rohn, Brandon Bouchard, Bob Proctor, és a többi, és aztán utána valahogy így egy-két hónap, fél év vagy év múlva leteszik a könyveket, mert hogy nem használnak nekik. Nekem szerencsém volt ilyen szempontból, úgymond nem volt döntési lehetőségem, hogy akkor engem ez nem érdekel, mert hogy én elköteleztem magam az elején, hogy 5 éven keresztül, akkor is, ha fene-fené teszik, akkor is ezzel fogok foglalkozni, és persze úgy alakítottam ki azt a környezetet, akik engem körülvettek, meg olyan emberekkel dolgoztam, akiknek ez alapértelmezett volt, fel sem merült, hogy őket nem foglalkoztatja, vagy nem érdekli. És amikor újra és újra mostanában a döntési helyzet elé kerülök, hogy na akkor hogyan tovább, akkor annyira alap, hogy az önfejlesztésre építek, hogy én azt gondolom, hogy neked is biztos, hogy vannak olyan készségek, amiket annyira alap, hogy egyszerűen nem is tudod elképzelni anélkül az életedet, azt nem tudod elképzelni, hogy valami olyat csinálj, amiben az nincsen benne, akár csak hobbi szintjén is, de nincsen benne. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ezt a fajta vonalat, ezt kitűz saját magad elé. Hogyha valamilyen készségre, valamilyen tudásra szert akarsz tenni, akkor lesz egy vonal, ami fölött könnyebb lesz csinálni, folytatni, mint abba hagyni, ami alatt viszont nagyon nagy erőfeszítés, nagyon nagy energia és akaraterő kell, hogy folytasd és ne hagyd abba. De én azt javaslom, hogy folytasd és ne hagyd abba, hogyha ez egy fontos készség, hogyha ez egy fontos tudás számodra, és biztatlak arra, hogy azokat az embereket, akár ezzel a videóval érd el, küld el nekik, akiket úgy gondolsz, hogy hasonlóan sok dilemmával szembesülnek, akár ami a készségfejlesztést illeti, hogy akkor merre tovább, hogyan, vagy miért nem fog sikerülni, vagy miért érzik azt, hogy minden próbálkozásuk az valahogy kudarcba fullad. Mert hogy sokszor én is így érzem, de most már sokkal könnyebb, úgyhogy tudatosítottam ezt a leckét. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmedet, remélem, hogy hasznos volt, hogyha igen, akkor kérlek lájkold, kérlek jelentkezz fel a Szabadság Mentoring Facebook oldalán az értesítések gomb megnyomásával, hogy ne maradj le semmilyen videóról, és akkor folytatjuk.